Kedves nézőink, a mai tájolóban betekintünk a Bácskossuth-falvai művésztelep munkájába, majd a gyönyörű romániai tájban elterülő Almásligetben kapcsolódunk ki, és végül egy vadnyugati városba is ellátogatunk, amely meglepő módon nem Amerikában, hanem a magyarországi Csongrád-Bokroson található. Először is látogassunk el Bácskossuth falvára, ahol egy mesterműhely munkájába nyerünk betekintést. A műhely témája ezúttal a horizont. Perceken belül megtudjuk, hogy miért. Mesterműhelybe hívta alkotótársait júliusban Csikós Tibor Martonosról elszármazott, Svédországban élő festő, grafikus művész, rajztanár. A Bácskossuth falvai 9+1 nemzetközi művésztelep táborainak egyikében minden évben egy-egy alkotó a házigazdája a mesterműhelyeknek. Az idei műhely témája a horizont volt, és Dobó Tihamér magyar kanizsai festő életműve előtt tisztelegtek az alkotók. Mesterműhelyen jelenleg most 15 művész van, de ma is várunk 3 művészt. Több országból is jelen vannak, azért is nemzetközi. Szlovákiából jöttek, Hollandiából, Svédországból, Magyarországról, illetve itthonról, Szerbiából. Mesterműhely azért mesterművel, mivel itt mesterek vannak, akadémikus festők, illetve rajztanárok, tehát mondhatni, hogy profi művészek. És hát szobrásztól kezdve, keramikustól mindenféle stílust képviselő művészt van, karikatúristánk, szóval tényleg rengetegféle művészünk van, és ez benne az eszenciája végül is ennek a művésztelepnek. Volt egy kanizsai festőművész, Dobó Tihamér a neve, aki nagyon sok tájképet festett, és egyfajta redukcionizmus egyszerűsítés volt jellemző a munkáira, és halála előtt foglalkoztatta. Egy ilyen tájképi gondolat foglalkoztatta, hogy a horizontvonalát egyetlen súlyintással, egy gesztussal felvinni a papírlapra, és akkor csak néhány akcentust, néhány ritmust belevinni ebbe, és hogy arra kért, hogy ezt csináljam meg, és próbálkoztam ezzel, amikor ő meghalt, 1987-ben készítettem ilyen rajzokat, aztán most csináltam egy honlapot neki, és próbáltam a művésztársaimat belevonni ebbe, hogy foglalkozzanak ezzel a gondolattal, és most végre elérkezett az alkalom, ahol 15 képzőművész tud ezzel foglalkozni, bár van, aki nem pontosan ebből indult ki, de hát ez nem kötelező. Video performance művész vagyok, hogy a videón köröztül mutatom föl a munkámat, hogy csinálok egy performance-ot, pont mint itt, amikor megérkeztünk, első nap itten, akkor így körüljárkáltam a termet itten, nézelődtem, és akkor találtam ezeket a téglákat egyik sorba itten, és ezekkel éreztem, hogy ebben van valami, a horizont, a témája, hogy akkor elkezdtem ezeket a téglákról gondolkozni, rajzolni, festőni, meg gondolkozni, hogy mit bírok ezek a téglákat csinálni. Igen, és a háttérben egy kifeszített háló látszik még. Igen. Hát úgy volt, hogy mikor első nap megláttam a téglákat, másik nap, akkor átrúgtunk egy labdát ide, másik szomszédhoz, és akkor úgy volt, hogy akkor jött egy bácsi, és akkor felfeszítette ezt a hálót ide, és akkor az volt én nekem a pontja, hogy meggyütt ez a háló, és akkor így belett feszítve ez a tér itten, és akkor már éreztem, hogy itten ezek a téglák itt lesznek, és itt fogom csinálni ezt a performance-ot, ahon saját magamat elgyugtam a tégla mögött, és utána mind a teknyős béka háton bemásztam, és akkor meglett a vízszintes horizont. És az ön számára, mint alkotónak, mint művésznek, meg mint magánembernek mit jelent a horizont?
Hát ha a horizont, az majdnem a egyik legfontosabb pont, hogy az embernek megmuszáj az embernek lenni, hogy a saját horizontod hun van, hogy hunnan látod az életet, meg hun állsz, ez a fontos. Hogy hun van a horizont, az nem olyan fontos, de hogy hun állsz te saját magad, mint az ember, ez a horizontnak a fontos. Én 15 évig nem tudtam ide jönni, és féltem, hogy majd valami érzések fognak el, meg gondolatok, meg mi, de mikor a falu határába leszálltunk, és az utcán jöttünk, hogy már nézelődjünk, úgy tűnt, mintha el sem mentem volna. Az idő megállt, meg az a 15 év, az leszűkült egy pillanatra. Úgy érzem magam, mintha, hát én mindig itt voltam. A horizont nekem a buzamezők is, kint a határ, azt jelenti. Különben ez egy ilyen kijelentés, mi a horizont, azt úgy veszik föl, hogy kimegyünk a földre dolgozni. Mikor fiatal voltam, a nagyapámmal a kocsira fölültünk, és akkor a tájba belementünk. Mentünk ki a földre, és az nekem a horizont. Hogy tükröződik ez a munkásságán, illetve a művein, amit itt készít? Mondjuk a horizont maga, az az én munkáimon az, hogyha egy egyszerű vonalat húzok mondjuk a képen, azon tükröződik a horizont. De a horizont az nekem az is, hogyha az ember megáll és lenéz, és a fűbe, a fű közt, a buza közt, ott rengeteg kis állat, kis bogár, meg mindenféle forma létezik, és ezeket a formákat, ezt én vittem mindenhova az egész világba, és ezekkel dolgozok. Nagy tér van, messze lehet látni, és én itt nagyon szeretem, kint vagyunk, és látunk a határt, és itt főleg sokkal messzebb lehet látni, mint Hollandiában, mert nincs olyan sok ember lakik itt. Én szeretem az egyszerűséget, és ilyen természetes dolgokat szeretném abba keverni. Számodra mit jelent az idei mesterműhely témája? Egy karikaturista szemével hogy látod ezt? Hát a horizont azt tudod olyan, mint a bugyigumi a vicc kedvéért, azt is ki lehet nyújtani, meg lehet fordítani, és a karikatúrát is lehet sokféleképpen készíteni. Persze a műhelyben, vagyis a művészterepen az ember igyekszik olyasmit is csinálni, amit otthon nem csinál, nem a hétköznapi karikatúrákat készítem, hanem vagy portrékat, mint Dobó Tihamért, aki egy kanizsai, egykori szép emlékű festőművész volt, és grafikus, és az ő emlékére a horizontot vettük témának, és magát az ő definícióját a horizontról. Szóval jól érzem magam, kell a művésztelep, kell a társalgás, kell az asztal, ahol le lehet ülni, beszélgetni lehet, ahol még egy-két okos gondolatot is el lehet mondani. Azt az irányt, ahova leginkább az ember tekint, ebben próbálom most megmutatni a figurális ábrázolásaimon, hogy inkább arra fölhívni a figyelmet, hogy az embereknek inkább lefelé szegeződik a horizontja az utóbbi időben, hogy egy kicsikét jobban fölemeljük a tekintetünket, és egy kicsikét szemtől szembe gyakrabban találkozzunk és merjünk egymással őszintén kommunikálni. A munkám úgy kapcsolódik a tábornak a témájához, tehát a fő témája horizont, illetve kibővítve Dobó Tihamér emlékét gondozzuk. És tehát hallottunk a tábor elején egy előadást róla, amiben egy gondolata hangzott el, hogy hogy is lenne ideális megrajzolni ezt a horizontot. Tehát, hogy egy vonalacska, egy vízszintes vonalacska, és valamivel még kitámogatva. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy az én olvasatomban legalábbis, hogy ez egy olyan megoldás, ami redukál, ami leegyszerűsít, és a lényeget, az abszolút lényeget kívánja megragadni.
és valahol én is ezen a vonalon indultam el, ahol én is egyszerűsítettem, és a mindenféle fölösleges sallangoktól igyekeztem megszabadítani a motivumait. 6 napon keresztül alkottak, barátkoztak a mesterműhely résztvevői. Sok értékes alkotás született, amelyet majd a közönség is megtekinthet. Festői táj, nyugalom, finom ételek, történelmi legendák, mindez a romániai Poiana Mărului-ban, azaz az Almásligetben. Ha felkeltettük az érdeklődéseket, tartsanak velünk! Üdvözöllek benneteket! Remélem, egy szép hetetek volt. Én szabadságon voltam, ami nagyon jól sikerült. De induljunk el egy újabb útra. Már meg is érkeztünk a Krassó-Szörény megyei Poiana Mărului nevű üdülőbe. Én most egy fatörzsén ülök, ami a Bisztra Mărului patakba esett. Tulajdonképpen ez a Bisztra folyó mellékága, mely Vörös Acél városán folyik át. Localitatea de Poiana Mărului este la circa 25 de kilometri, iar am auzit că acest... A város Poiana Mărului-tól 25 kilométerre fekszik, a Bisztra pedig a Czárk hegységből ered, amit itt mögöttem látnak. Ugye milyen szép? Și e foarte frumos aici. Nos, induljunk, nézzük meg, mi vár ránk távolabb. Elég bonyolult átmenni a kis hídon, de mindent megteszek a műsor kedvéért. Poiana Mărului, azaz az Almásliget nevű üdülő a bánság egyik legszebb turisztikai objektuma. A Czárk-hegység szívében található 500 méter magasságban. Ahhoz, hogy ideérjünk, a DN68-as útvonalon kell haladni, ami Karánsebest és Hátszeget köti össze. De mielőtt kiérnénk Vörös Acélból jobbra haladva, a DN683-as úton előbb a tóhoz érünk, majd az üdülőbe. Innen még 25 kilométert egy elég jó úton felfelé kell megtenni, és megérkezünk a Mărugáthoz, ahol a látvány szinte elvarázsol. Régen ezen a területen volt a dákok szállása. Mivel körülveszik a hegyek, ezért jó helynek bizonyult védelemre és vadászatra. Ugyanitt a régészek egy oltárt találtak, ahol a dákok Zamolixis istenhez fohászkodtak. Ez a Muntelemik hegység északi oldalán van. Acesta se află pe un versant nordic al masivului Muntelemic. A lakosok a helyet csak Szkoriló köveinek nevezik, mivel ide temették Decebál dák vezér apját, Szkorilót. A közelmúltban itt fakitermelést végeztek, majd olasz befektetők a térséget kezdték kiépíteni, megépítve az első menedékházakat. A vidéken sok kisebb panziót találunk, ahol olcsón lehet megszállni. Mi egy ismert szállodába költözünk, ahol kifogástalan a kiszolgálás. Thank you.
Végre megérkezett az ebéd is, az adagok jó nagyok, én húsgombos levest rendeltem. Nagyon jól néz ki. Arată super bine. Până aici la hotelul ăsta. Trebuie să mântână. Még egy kis tejföl, és minden rendben lesz. Vă fac poftă? Vreți și voi? Ajánlom, ti is kóstoljátok meg, ha erre jártok. O guriță. Itt a második fogás is. Egy hagyományos román ételt rendeltem, ami roston sült disznótarja, sült krumplival. Ebben nem lehet csalódni, a krumpli is friss, nem fagyasztott. Jó étvágyat! Mögöttem a Poiana Mörului tó látszik, ez a mesterséges tó a víz elzárásával, a Mörú vízlépcsővel jött létre, de erről majd később. Most megnézzük, hogy mi is történt ezzel a tóval, mert azt mondják, hogy kiöntött. Induljunk! A Poiana Mörului tó egy mesterséges tó, ami a Mörú almás folyó duzzasztásával jött létre. Erdővel és cserjékkel van körülvéve, ezért a természetkedvelők paradicsoma. A legenda szerint a környékén valahol a Mik és a Cárku hegyek között van a barlang, ahol a dákok kincse van elrejtve, amiről az a hír járja, hogy a dák vezér Decebal apjáé, Skorinóé volt. Ezt a helyet szerették, és itt vadásztak a dákok. Még mindig vannak vadak, de én nem találkoztam még egy vadásszal sem. Jut eszembe, jövőre egy csákánnyal jövök, és megkeresem a kincset. Tartsatok akkor velem! A környék érdekessége, látnivalója a tó. Ezért sok turista érkezik a környékről és távolabbról is.
A Poiana Mörlojtó mélysége a gátnál eléri a 20 métert, úgyhogy vigyázzunk, hol megyünk a vízbe. Așa că vă rog să fiți atenți unde alegeți să faceți baie. Nagyon fúj a szél, de nem számít, a vizet ki kell próbálni. Higgyétek el, nagyon hideg. Ez van. De csak rájuk kell nézni. Mögöttem a Mörugátja látszik, amiről az imént beszéltem. Ennek magassága 125 méter, és 1984 és 1992 között épült. Ez a nagy gát több lépcsőben épült. Elárulom, hogy itt a filmezés és a fényképezés tiltott, de mi megtaláltuk a módját, hogy egy kicsit bemutassuk ezt a gyönyörű helyet. A gátat faragott kövekből és agyagból építették, cementet vagy betont nem használtak. Ez a mérnöki tökéletesség. Kedves nézőink, meghívunk titeket, hogy látogassátok meg Poiana Mörlui, azaz az Almásliget falut. Nem fogtok csalódni. A hangulat, a jó levegő nagyon vonzó. És aki csendre vágyik, annak ez a hely a kikapcsolódásra, a relaxálásra tökéletes. Itt nem találunk diszkót, de még hangos zenét sem. Csak a természet csendje és a mosolygós emberek vannak. Hát ez volt a mai műsorunk. Remélem tetszett Poiana Mörlui, azaz az Almásliget és környéke. A következő adásban újabb, szép helyeket fogunk még megtekinteni. Addig is minden jót kívánok, jók legyetek, szépek és ne féljetek! Puszilunk, vigyázzatok magatokra! Most pedig főleg a férfi nemhez tartozó nézőink figyeljenek, és közülük is azok, akik szeretik a western filmeket. A magyarországi Csongrád-Bokroson található egy vadnyugati város, ahol autentikus környezetben mindenki kipróbálhatja a western életérzéshez tartozó tevékenységeket. Igazi western hősé válhat mindenki, aki ellátogat a vadnyugati városba Csongrád-Bokroson. A sápat arcú kávbolyok és a rizsbőrű indiánok világába csöppenve kikapcsolódást és vidám pillanatokat nyújtanak ovisoknak, iskolásoknak, családoknak. A vadnyugati kalandok során bárki részese lesz a villámgyors Sheriff Revolver bűvölésének, a tüzes víz és az arany miatti párbajoknak, bunyóknak. A gyerekeket vadnyugati játékok, western show és állatsimogató is várja. Ez 4 évvel ezelőtt alakult, nyitotta meg legelőször kapuit a vadnyugati város. Először is egy álomnak indult ez a történet. Gyerekekkel szerettünk volna foglalkozni. Az a téma, hogy vadnyugat és western, ez csak úgy jött. A férjem a sheriff, mi ketten igazgatjuk itt a kis városkánk életét, de rengeteg kollégánk van, kávbolyokkal, görlök, akik most már segítik a munkánkat, sőt indiánok is vannak,
úgyhogy ők mind a baráti és ismerősi körünkből, vagy az ő gyermekeik, és nagyon-nagyon fontos, hogy gyerekcentrikusak legyenek, és humorosak. A humor az végtelenül fontos itt a Vadnyugaton. A vadnyugati városban számos dolgot lehet csinálni. Van indián útvesztő, csizmaröpítés, patkóhajítás, lasszóvetés. Ami pedig a gyerekek nagy kedvence, az aranymosás. Az aranyláz pillanatok alatt magával ragadja az egész családot, ha a vadnyugati város széliben lévő picintóban a kavicsos mederből az erre a célra készített edénnyel kimossa a fényes követ. A tomahawk dobás a kábolyok ősi ellenségeinek az indiánoknak egyik leghatékonyabb eszköze, az úgynevezett tomahawk balta volt. A feladat tehát annyi, hogy a teljes egészében fából készült, ez esetben veszélytelen tomahawkkal kell eltalálni az egymás mellé felfüggesztett konzerves dobozokat. Ez a játék pedig a hordólovaglás, ami kicsiknek és nagyoknak egyaránt vidám szórakozás. A vízszintes, vastag farúdra húzott feneketlen hordóra terpezben lehet felülni, és a rúd egyik végétől a másikig egy hosszú kötél segítségével kell magukat áthúzni, úgyhogy a lábuk ne érje a földet. Itt mindenki bebizonyíthatja, milyen vérbeli vadnyugati cowboy vagy cowgirl. A kézműves udvarban pedig az ügyeskedni akarók készíthetnek apró cseprű emlékeket saját kezőleg, ilyen például az indián fejdísz. A vadnyugati város elmaradhatatlan része, az igazán élethű sheriff iroda, börtön, bank és a western filmekből is ismert kocsmai verekedések és pisztoly párbajok helyszíne, a szalon. A szalon az elsősorban egy múzeum, de hát a dísztárgyakat nem lehet ugye megfogni, mint egy másik múzeumban, de az asztalokhoz, székekhez nyugodtan helyet lehet foglalni, sőt, akár a büfében megvásárolt dolgokat itt el lehet fogyasztani, és át lehet érezni ezt a vadnyugati hangulatot itt. Mellettünk van a sheriff irodája, vagy a börtön, hát itt a gyerekek játszhatnak olyat, hogy bezárják egymást. Ki lehet szabadulni ugyan a börtönből, de ennek ára van. Tehát legtöbbször egy ének ellenébe kiengedjük őket. Önerőből jutottunk el idáig, elég sok saját kezű munkával. Természetesen, ahova mesterembert kellett, oda hívtunk, mint például ez a szalon vagy Westernház együttes is, ennek is története van. Ugyanis szalon nem volt a kezdetek kezdetén, volt egy díszlet, mint a hollywoodi díszletek mondhatni. Utána épült be a hátsó rész. Amikor az előfal megvolt, ezt egy helyi ácsmesternek elvittük, aki első körbe nem nagyon értette, hogy mi a helyzet, mert mi ezt kis kockás papíron megterveztük először. Annak is ugye az a történet, hogy a gyermekünk kis játékvesztenházát felszorozgattuk arányába, és így jött létre tulajdonképpen itt ez a western díszlet. A vadnyugati városban található egy körülbelül 3000 négyzetméteren telepített kukorica labirintus. A kanyargó utcákon, zsákutcákban különböző állatokat ábrázoló kis bélyegzők vannak elrejtve, melyeket a belépő mellé kapott kis gyűjtőlapra kell nyomogatni. A tájékozódást segíti a labirintust körülölelő nyárfa és akácerdő. Egy veszély leselkedik csak a labirintusban a sétálókra, és az nem más, mint a folyton portyázó bandita, aki aranyat akar zsákmányolni.
a nyomolvasással is megismerkedhetnek a gyerekek. Az erdőben nyomokat rejtettek el a fákra, és azt követve a gyerekek eljutnak a célig, ami nem más, mint az üvöltő. Hát elsősorban kisgyermekes családoknak ajánlom, vagy pedig az alsó tagozatos és óvodáskorú gyerekeknek, akik csoporttal is látogathatnak ide, akár egy osztálykirándulás keretében. A jó hangulat, ami biztos, hogy mindenkit ide csalna, meg a gyerekcentrikusság, a gyerekek szeretete, tehát itt a gyerekek körül forog minden, de voltak már felnőtt csapataink is, akik igen jól érezték itt magukat, bár számunkra meglepő, mikor egy autóba gyermek nélkül szállnak ki, és csak felnőttek vannak, de tényleg az a tapasztalat, hogy aki akar játszani és akar újra gyerek lenni, az itt megteheti, és minden játék úgy van kialakítva, hogy a felnőttek is bátran játszhassák ezt. A Vadnyugat mindig tele volt váratlan fordulatokkal, véget nem érő kocsmai bunyókkal, bankrablásokkal, sztályhős fegyverforgatókkal. Itt senki sincs biztonságban. A sheriff bármelyik pillanatban lecsaphat a körözött bűnözőkre. De a Vadnyugatnak nem csak árnyos oldala van. Az önfelett mulatozás, a tánc is nagy szerepet játszik itt a mindennapokban. Vidám, önfelett szórakozás, kikapcsolódás várja az ideérkező gyermekeket és felnőtteket. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak, találkozunk a jövő héten is, viszontlátásra! A tájoló stábja jó egészségéről a topolyai EUMED rendelőintézet gondoskodik. Stábunk szállításáról a Becsei Prevosz gondoskodott.